Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon, üdvözöllek titeket poolból, ugye itt ébredtünk ma reggel. Tegnap érkeztem Londonba Alás meghívásában, nagyon szépen köszönöm nekik is ezúton, köszönöm nekik a meghívást. Késésben vagyok, azért sietek, bocsi, pedig időben felkeltem, de valahogy eltelt az idő, és pár perc múlva találkozunk a reggelinél, úgyhogy sietek. Szóval a Lás meghívásából érkeztem, és nagyon szépen köszönöm nekik, mert szerintem már tudjátok egyébként azt, hogy mennyire jó áldom ezt a márkát, és azt, hogy eljöhettem velük ismét. Ez egy nagyon nagy, tényleg boldogság számomra. Úgyhogy igen, tegnap 10 körül már egyébként Londonban voltunk, ha jól emlékszem, nagyon korán keltünk, 3-kor pontosabban, reggeli járatunk volt, és Londonban eltöltöttünk egy nagyon-nagyon szép délutánt. Fárasztó volt, ugye fáradtak voltunk egyébként az indulás miatt, de nagyon-nagyon jól telt. Ma pedig már újult erőkkel jelentkezem, és poolban lesz ma egész nap a programunk, úgyhogy gondoltam vlogolok, megszavaztátok egyébként Instán, hogy vlogoljak és ne sztorizzak, úgyhogy ez lesz, és én ennek örülök egyébként kifejezetten. Bízom benne, hogy tetszeni fog nektek, szóval ma poolban lesznek nagyon-nagyon izgalmas programjaink, amiket nem szeretnék most így felsorolni nektek, ugyanis majd látni fogjátok őket természetesen, de most indulunk is reggelizni, mert kb. Egy óra múlva fogunk már menni is tovább, és kezdődik a nap. Itt nem is annyira rossz a fény, nem tudom, hogy miért ott jelentkeztem be az előbb, mindegy. Szóval sminkhaj megvan, és az outfitemet akartam nektek valahogy megmutatni, de igazából nem igazán sikerül. Szóval egy bézs rucit vettem fel, szerintem hát kis angolos egyébként a stílusa, és még rádobtam egy zakót is, illetve bakancsot vettem hozzá, bézs bakancsot, ugyanis nem fog esni az eső ma poolban, ahogy néztem, 23-24-25 fok körül lesz, szóval bízom benne, hogy eltaláltam az outfitet, és nem fogok sömfázni, és nem lesz melegem. Tegnap egyébként elég jól sikerült eltalálni, nem volt gond. Szóval igen, indulok is, mert várnak a lányok. Egy ilyen szép kis elő udvarkán vagy kertecskén van, nagyon cuki. Szobám is nagyon jó, csak már nem volt időm nektek megmutatni. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the heat when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Bitter. Réka és Alice. Mi hárman érkeztünk. Réka van a Lás részéről, Alice pedig sajtó részéről. Amúgy igen, azt lehet, nem is mondtam el nektek, a tematikája ennek a PR útnak most az adventi kalendárium, és ennek kapcsán vagyunk most itt. És szerintem ott lesz majd a kis előadás. How could I resist your smile? Can we move on as before? I could wait for a thousand years, but it won't do us any good. Will you bet if you get the chance? Na szóval az előadás után erre a nagyon menő buszra pattantunk, és elindultunk a Lás gyárak felé. Képzeljétek, ezekből a kis mini cuccokból a Peking pinácok készülnek, amik benne vannak ugye a Lás csomagokban, tudjátok, amikor például online rendeltek, és pattogtatják őket nagyon durva, teljes mértékben levonóak és ehetőek is.
beállhatunk adventi kalendáriumot összeállítani, aztán pedig átmentünk a Fresh Departmentre, ahol ugye azt nézhettük meg, hogy hogyan készülnek a nagyon, de nagyon friss kozmetikumok, ugyanis a nagy része ezeknek egyből a boltba megy. Ő ott Tony volt, akinek az utolsó előtti napja volt a lásnál, utána nyugdíjba vonult, annyira cuki volt Tony, találkoztunk is vele. Ő pedig itt Niki, szerettem volna őt is kiemelni, ugyanis ő egy magyar lány, és vele már 2019-ben is találkoztam, ugyanitt természetesen, és segített nekünk fürdőbombát készíteni. Annyira nagy élménnyel készíteni egy saját fürdőbombát, hogy el nem tudjátok képzelni. Utána átmentünk a szappanos részlegre, és láthattuk, hogyan készülnek a szappanok, és nem tudom, annyira durván jó belátni így a kulisszák mögé, minden annyira illatos, szép, jön, hogy beleharapj tényleg ezekbe a szappanokba, és jön, hogy így megfogj egy óriás darabot, és elrak be bőröndödbe, mert tényleg minden jól néz ki, minden finom illatú, és tudod, hogy minden annyira jó összetevőket tartalmaz. Szóval igen, most is elájultam a márkától, ezek a körték is mennyire jól néznek ki, illetve ez a szappan is, ahogy elvágják, szóval igen. A végén pedig ki voltak készítve kis termékek, és ezekből választhatunk magunknak azt, ami szimpatikus. Na szóval feljöttünk most picit a szobába lepakolni a cuccainkat, vége lett ugye a kis túrnak, hát 2019-ben is csodálatos volt, de most is egy csomó új információt tudtam meg, és picit mintha így másképp is lettek volna berendezve a helységek, meg így a unitok, úgyhogy tényleg nem volt egyáltalán unalmas számomra sem, így, hogy már voltam egyébként, nem tudom, hogy azt mondtam-e, de 2019-ben is voltam a lással, ugyancsak poolban, ugyanebben a hotelben, ugyanúgy végigjártam mindent, de akkor nem készült vlog, úgyhogy azért is jó, hogy ma vlogoltam, mert akkor tényleg egy másik platformon is fent lehet majd ez az egész, mert akkor is nagyon-nagyon jó volt, és most is nagyon szuper, és nagyon jól érzem magam. Szóval be akartam gyorsan jelentkezni, kb. 3 percen van még, és indulunk. 3:30-ra van egy időpontom, egy spa treatment időpontom itt poolban, a lás üzletekben, az üzletben, igazából ugye poolban van egy kis üzlet, és ott lesz a masszázs, az egy órás végül is scrub is lesz, illetve masszázs is lesz, és még kapok egy italt is, ha minden igaz. Szóval igen, viszem magammal a kamerát, szóval mindenről majd tudósítok közben, süt a nap, aztán jön a felhő, mindegy, annyira jó idő volt egész nap, melegen volt, úgyhogy eltaláltam az outfitet, inkább melegen van, mint fázom, de igen, pont jó volt így minden, és tényleg szerencsések vagyunk, hogy süt a nap, és pont kellemes az idő, 24-25 fok körül lehet kint, úgyhogy igen, mit akartam még mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, ugyanis 3 ember a csapatból kapta meg ezt a lehetőséget, hogy elmehet egy ilyen egyórás kezelésre, láskezelésre, mert annyira teltházasak ezek a helyek, ezek a spák, hogy igazából már nem találtak helyet, ugye, pluszban, úgyhogy nekem pont jutott egy ilyen spa treatment, amit nagyon-nagyon várok, úgy érzem, hogy szükségem van rá. Én azt hiszem, hogy a The Comforter spa treatmentet fogom ma kapni, de erről majd úgyis később ott a helyszínen tudósítok nektek. Csak beszerettem volna jelentkezni, hogy igen, itt vagyok én is, mert egyébként nem tudtam annyira jól úgy vlogolni, hogy én is benne legyek nyilván, meg különféle helyeken kellett vigyáznunk arra, hogy ne legyen se fotó, se videó, mert nagyon sok olyan terméket láthattunk, ami még egyébként nincs fent sehol, tehát még nem lett kommunikálva a külvilág felé, úgyhogy nem szerettünk volna semmit sem feltétlenül kiszivárogtatni, tehát nem tudtam annyira felszabadultan blogolni, mármint ilyen szempontból, úgyhogy beszerettem volna jelentkezni. Nem tudom, hogy a szobát azt mutattam-e nektek, autentikus, angol, régi, mármint úgy régi, hogy hozza azt a régies hangulatot, amit én kifejezetten szeretek, és nagyon kényelmes az ágy. Annyira jól aludtam. Igen, reggel sietem, és nem tudtam veletek dumcsizni. Szóval nagyon-nagyon jól aludtam, a párna is nagyon jó. Minden csodálatos. Most itt tényleg konkrétan egy percen van elindulni, úgyhogy veszem is vissza a zakómat, és aztán megyek is, találkozom Rékával, és ő fog elkísérni engem a pulilás üzletbe, ahol ugye megkapom, vagy elkezdődik ez az egy órás kényeztetés. Hú, de várom. Hello! Middle of the road,
sitting on top of a lovely heated couch throughout your treatment today, as well as being underneath a white fluffy duvet. Okay. So it's a bit like being tucked back up the bed. It's lovely. It's also been created to remind you to not take life too seriously and to have some fun. That's great. It's not too sweet, is it? Yeah, it's not too sweet. Yeah. Like it has a little lemon. I don't know what it has, but it's got some rose clay in here, so it's nice and mattifying. Okay. We've got some argan in there, so it's really hydrating as well. And it's got a twist of lime in there. Okay. Which is probably what you can smell. Yeah. So yeah, exactly. It just gives a bit of a different take on rose, which is quite lovely. Me home, you came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet. Senget nem kell, ha levet köztem, és hogyha lábújtam a paplan alá. Úristen, ez valami elképesztő volt, komolyan mondom. Elaludtam, de kétszer ezt akartam mutatni, de valami hihetetlen jó volt. Meg akartam mutatni nektek, hogy milyen csodálatos itt a mosdó. Nézzétek! Van itt minden, kérem szépen, és egy óriási zuhanyzó. Na hát már vissza is értem a hotelbe, gondoltam, elmondom, hogy milyen volt. Szerintem elaludtam vagy háromszor, és álmodtam valamit talán. De elképesztő volt, úristen, annyira jó volt az a csoki scrub, amit így felmelegített, és... De nem volt túl durva, mert ugye attól féltem, hogy nehogy picit durva legyen. Nem szoktam egyébként radírozni, szkrábozni, ami tudom, hogy nem feltétlenül jó, úgyhogy rám fért teljes mértékben. Szóval először azzal a csoki szkrábbal végig simította a bőröm, és aztán pedig, tehát még volt még valami köztes dolog, amire úgy nem annyira jöttem rá, de az is nagyon kellemes volt. És akkor ugye a végén, amit felismertem, amiről beszéltünk az elején, az a rózsás, lájmos masszázs töm volt, felmelegítve, és akkor azzal még átmasszírozta a testem. Úristen, annyira jó volt, és annyira cuki volt, és Karinnak hívták a lányt, vagy hát nőcit, aki csinálta, nagyon-nagyon aranyos volt, úgyhogy el vagyok ájulva. Tényleg sokkal jobb volt, mint amire nagyon jóra számítottam, de ez még annál is jó volt, meg ugye az egész környezet, a kialakítás, az, hogy minden részletre figyelve van, ami tényleg annyira tipikus dolog így, és annyira láss. Úgyhogy nem csodálom, hogy be van telve az összes hely hónapokra előre, mert egyszerűen, ha egyszer elmegy valaki egyre, ki akarja próbálni az összeset. Nagyon jó volt. Most egy picit pihenek, telefonozok, elintézek pár dolgot, e-mail, stb. Aztán pedig 7 órára megyünk közös vacsira a többiekkel. Már kezdek éhes lenni, úgyhogy azt már várom. Elindultam, de szép így a fényekkel. Felvettem egy hosszú nadrágot, mert már annyira nincs meleg. Megint meccsingelünk a lányokkal, még az árnyalat is majdhogy nem tökéletesen passzol. Nagyon csinik vagytok, csajok? Csak az ilyen spontán ki... Aha, spontán lesz, jó. Na, jó, amúgy nagyon jó. Na hát sziasztok, ma már másnap reggel van, és gondoltam, bemutatom nektek, péntek reggel van, hogy milyen termékeket kaptunk a tegnap. Na hát ennyi mindent, nézzétek. Szóval ez az, amit ugye együtt készítettünk tegnap, és most ki is akartam bontani, hogy lássam, hogy összeállt-e, gondoltam veletek együtt. Ugye 24 órát kell hagyni a kis formában, és amúgy igen, nagyon-nagyon szép lett. Picit talán elcsúszott, de tökéletes. Ugye ezek voltak, amiket mutattam nektek az irodákban is, igen, amikor volt a kis előadás, a kis livestream, akkor mutatták ezeket az exkluzív termékeket, amik a kalendáriumban vannak, ugye ez az Ice Rainbow talán, és nagyon szupik. Ezek pedig azok, amiket a gyárlátogatás végén hozhattunk el. Ez egy arc tisztító. Glen Coco Fresh Face Mask, illetve Brush Strokes. Ezeket egyébként hűtőben kell tárolni. Remélem, hogy még rendben lesznek. És akkor itt van még a
cucumberes, tehát a zuborkás iPad, illetve kettő ilyen szappan, itt ugyanaz van ebben is. Annyira cukia. Most még lesz egy nagyon finom reggelink ugye a hotelban, aztán képzeljétek, parfümkonzultációra fogunk menni a Lassal. Majd arról szerintem sztorizni fogok igazából, és 11:30-kor pedig már indulunk Londonba, szóval nem lesz ez egy hosszú reggel, nem lesz más sok programunk, ugyanis este 6-kor repülök Budapestre. A kettő lány marad még Londonban 2 napot, én viszont megyek haza, ma este Zsuzséknál fogok aludni, és holnap reggel 8:45-kor fogok buszra szállni, és hazamenni Nagy Károlyba, szóval tényleg hosszú utazással fog telni még igazából ez a mai nap, és a holnap is. Na de nem baj, megéri minden percét. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Bízom benne, hogy izgalmas volt és érdekes volt számotokra. Számomra nagyon is az volt, és ugye azt nem kell már elmondanom nektek, hogy mindent imádok, ami Lass, és ami a Lasssal kapcsolatos, szerintem tegnap beszéltük pont a lányokkal, az egyik legjobb márka a világon, ez 100% így van. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk legközelebb, addig is sok puszi. Sziasztok! You're my sweetheart.